idők legnagyobb háborúsfilm. A háború, hogy ez a hosszabb lett? A háborús filmeket szeretjük. De milyen egy olyan háborús film, ahol nincsenek hősök, ahol egy 15 éves fiú 9 hónapos forgatás alatt tényleg érdésmond megöregszik. Jöjj és lát! Ez a világ egyik legmegrázóbb filmje. Vannak listák, ahol ez a 24. legjobb film a világon. A Hitler képet lövöldözi, de ugye ott van egy ilyen visszaemlékezés, hogy a gyerek Hitlert megölnie. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert a gyerek Hitlert már nem. Viktor Frankl, bécsi zsidó ideggyógyász, aki 4 koncentrációs tábort járt meg, mesél arról, hogy a foglyok, az elviselhetetlen kínok, a sokkélmények hatására elég hamar a fásultság, tompultság, belső kiüresedés állapotába kerültek, és már végig tudják nézni azt a borzalmat, ami körülöttük van, és végig tudják csinálni azt, ami velük történik, már nem bírnak undorodni, együtt érezni, felháborodni, érintetlenül hagyja őket a szenvedők, betegek, haldoklók, halottak látványa. Na, ezt látjuk ennek a fiúnak a tekintetében. Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Vigóczki Máté. Én pedig Szűnyi László Gyula. Jöjj és lásd! Elem Klimov, 1985. A második világháborúban egy fiatal, fehér orosz fiúcska katonásdrit játszana, az egyik csata helyszínén ki is ás egy puskát, csatlakozik a partizánokhoz, és átéli a világháború poklát, de ha nem csatlakozott volna azokhoz, akkor is átélte volna, és a vidám kamaszból 2 nap alatt ősz öregember lett, először családját veszítve el, majd haját, hallását, elméjét, ártatlanságát, emberi mi voltát. Az angyal feltöri a 4. pecsétet, és egy fehér orosz fiú a második világháború néhány napja alatt éveket öregszik. Jöjj és lásd, ez a háború. Hát, hogy nézett ki a második világháború? Szovjet, orosz szemszögből ez a film mutatja be a legjobban. Itt nincsenek klisék, itt nincsenek elkenve dolgok, ez a puszta valóság, amit ők átéltek. Lehet, hogy vitatkoznék azzal, amit a Máté mondott, hogy nincsenek benne klisék, mert olyan értelemben például vannak, hogy világosan szétválik, hogy kik a jók és kik a rosszak, és azért ez nem feltétlen volt annyira egyszerű, mert itt a partizánok azok aranyosak és jók, még akkor is, ha végén bosszút állnak, de majd erről beszéljünk. A németek azok nagyon rosszak, de azért a partizánok is nagyon sokszor saját embereiket terrorizálták. Igazából itt is látszik a elveszi gyereken... a lovat, elveszi a tehenet, a parasztot. Látszik, amikor egy gyerek bevonul, hogy sebek vannak az arcán, tehát valószínűleg azért jól, ez nem az anyjától van szerintem, hanem jól elgyepálták. Na, erre a reakcióm az az, hogy na ez is egy klisének a hiánya, mert hogyha megnézzük az ezt megelőző szovjet partizán filmeket, akkor abban ugye az volt a klisé, hogy a partizánok mennyire vidámok, mennyire hősiesen harcolnak, és mindenki hozzájuk akar csatlakozni. Na ez a film szakít ezzel. És itt azért lehet azt látni, hogy a partizánok, akik egyébként mind a mai napig nagyon nagy megbecsültségnek örvendenek Oroszországban, ők is azért árnyaltabbak, vagy nem fekete-fehér skálán az egyik szélsőséget veszik fel. Sőt, ebben a jelenetben, amikor a fiú csatlakozik a partizánokhoz, mintha egy paródiáját is látnánk a partizán filmeknek, tehát ott ilyen fényképek készülnek, meg a egyik partizánnak Hitler bajsza van, meg beöltöztetnek egy basz, és mintha ez egy vidám élet lenne, ahol ilyen fotókat csinálnának, és miért? Mindenki mókás. Hát mint a Balassi Bálint egy katona éneke, milyen vidám nekünk az életünk, és az nincs benne, hogy rohad le a lábuk a akna után, és belehalnak. Vitézek! Mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Szerintem akár lehet ilyen örök katona állapot, hogy valami ellentétét próbáljuk mutatni legalább. Én azt hallottam, hogy ez egy rettenetes és szörnyű film, van, ahol horrorfilmnek nevezik, igen, de teltek a percek, fél óra, semmi, háromnegyed óra, semmi, sőt, tulajdonképpen egy édenkerti jelenet is volt benne, amikor a fiatal fiú és a fiatal lány a természetben évődnek és mosolyognak. És aztán utána, egyébként ez egy mértani pontosságú film, én mindig néztem az órát, tehát a nézők is nézik, tehát fél óra, háromnegyed óra, mi történik egy óránál, mi van másfél óránál, egy nagyon pontosan kimért. Na és aztán súlyosul ránk a pokol. Megkérdezném, hogy rátok milyen hatással volt. Jó, hát Mátéra nem volt semmi hatással, mert ő ezzel nőtt fel szinte, anya tejjel szívta magába, mind a partizán filmeket. Meg kemény legény. Nem, ez egyébként egy kicsit túlzás, tehát igen, így is mondhatnám. Volt egy-két hasonló film, ami engem szerintem ilyen gyerekkoromban, én nem is értem, hogy engedték nekem azt megnézni, traumatizált. Hmm. Tehát én ezt a filmet így felnőttként is így nagyon félve néztem meg, és én is úgy éreztem, hogy ez egy horrorfilm. Történetmesélés vagy történetszál, én nem tudom, van-e benne, bennem az maradt meg, hogy miket láttam. Nagy totálban mutatták az arcokat, azt láttam, hogy milyen változások vannak az arcok, és bennem. De vért például nem láttál annyira. Hát nem, mert égetnek. Az arckifejezések maradtak meg. Aha, aha. Szabi, neked? Igen, hát főleg a fiú, mert ugye van a Szent Johanna film, 1928, és egy belénk ég az az art, és valóban itt is Alexej Kravcsenkónak a fiú arca az elején a naivitásával, ártatlanságával, a végén pedig, hát nem a romlottságával, inkább a borzalomtól őrültségével ég belénk. Szóval akkor nézzük, szóval 16 éves diákjaimnak, akik lehet, hogy csak 15 évesek, bevittem, gondolván, hogy ez 16-os karikájú, és közben azért egyszer-kétszer lelkiiratkozásom volt, hogy ezt megtehetem-e pedagógusként, lehet, hogy most fognak engem kirúgni a vörös. Hogy fogadták egyébként? Megengedtem nekik azt, hogy ha nem bírják, akkor szabadon távozhatnak. Ha úgy érzik, hogy ez túl sok, és a végére 12-en maradtak, ami azért erős. Na most bennem is közben vegyes érzések voltak. Volt, amikor majdnem elsírtam magam, és nem a meghatódottságtól, de volt, amikor meg azt hittem, hogy el fogom hányni magam. És ott sem a fizikai mi voltától, hanem ahogy úgy rám zúgott minden, belülről, kívülről ért már engem ez. Érdekes, rajtam van egy rinocérosz páncél, ennek valószínűleg az oka, hogy rengeteg filmet láttam. Nyilván, ha úgy beleélném magam, mint részvevő, akkor azt nem tudnám sokáig elviselni. Egy ilyen filmnézési távolságtartással, hogy itt most a világ egyik legnagyobb filmjét nézem, vannak listák, ahol ez a 24. legjobb film a világon, és mindenképpen a világ, nem tudom, 5 legjobb háborús filmje közül az egyiket nézem, egyébként pedig a legrosszabb Randi filmet. Jó, de azt mondják, hogy ez a legjobb háborús film. Egyébként igen. Szerint. Ugye egy népírtásba csöppenünk, tehát akkor ne kedvezzük. Még annyit meséljünk el, hogy mentőket kellett hívni bizonyos beszámolók szerint, mind Szovjetunióban, mind külföldön. Nekem egyébként ez a film, ez lehet, hogy bekerült a top 10-es listámra. Igen, de mert nem annyira, a háborúsága miatt szerintem. Nem a háború, hanem annyira működik, annyira zsigerien működik. Ilyeneket írnak a kommentelők, hogy ezt a filmet elfelejteni nem lehet. Flória, jól lejtem, vagy Flóra? Arcával, Flória, hogy nem? Flória? A főhősnek mi a neve? Flóra. 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 Hát Flórián szerintem. Fehér oroszul ejtették ki, Flórián talán. Oké, Flórián arcával együtt vénül meg az ember lelke, mire az alkotás végére ér. Filmtörténeti mérföldkő, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla, töménytágra nyílt szemű borzalom, van film, amikor az ember szégyeli, hogy ember, na ez éppen az, szóval ilyeneket írnak. A Letterboxd listáján első helyen állt hosszú évekig. De Máté, ez csak egy kitalált történet, nem történt meg a II. Világháború, igaz? Érzem az iróniát a szavaidban. Hogy is mondjam, csak a II. Világháború története a szovjet szemszögből azért teljesen más volt, mint amit az átlagos amerikai filmekből megismerünk. Itt nem volt helye ilyen lovagias háborúskodásnak, vagy ilyen, nem tudom, összeborulásnak, vagy esetleg, tudom én, ilyen pozitív kicsengésnek, és külön ki kell emelni Fehér Oroszországot, amit akkor Bélorussziának hívtak, amin ugye
kétszer ment át teljesen a front, és amennyire én tudom, a lakosságának a 20-25%-át elvesztette. A felnőtt férfi hadköteles lakosság arányában azért ez a szám ugye jóval magasabb volt. És nem csak a partizánok elleni harc volt az egyik legkiterjedtebb, hanem, amit mondtam, kétszer is átment a front az országon. A legjobb példa szerintem erre Minsknek az esete. Minszk városának a 95%-át pusztították el. Tehát a világháború után volt arra egyébként egy egész komoly terv, hogy hát lehet, hogy kéne egy másik helyen egy új fővárost építeni, mert sokkal egyszerűbb, mert mire elvisszük a romokat, felhúzunk az új épületeket. És pedig Minszkről annyira nem is szoktunk tanítani. Tehát Stalingrád, Moszkva, Leningrád megvan, Minszket kihagyjuk, de akkor arról is kellene. Sőt, még egy zárójeles megjegyzés, hogy az első olyan kemény ütközet, amikor a német hadsereg igazi ellenállásba ütközött, azért az Brestnek az ostroma volt, mikor megtámadták a Szovjetuniót, és tehát ott a német hadsereget meglátta, hogy milyen sokáig szemben ellenállnak ezek a szovjetek, és mind a mai napig Brest az ismert minden orosz, minden fehér orosz ember fejében, és erre úgy emlékeznek vissza, mint az első igazi nagy hős védők, mondom az ő szemszögükből, a II. Világháborúban. Erre utaltál, hogy a filmnek a cselekményét igazából három mondatban össze lehetne foglalni. És szerintem ez, ami csodálatos ebben az alkotásban, hogy de van egy köztes dolog, ami nem szervesen, szorosan a cselekményhez tartozik, mit tudom én, a legyek, a gólyamadár, a mocsár, a tojás, a tehén, hajvágás, stb. És ha viszont ezeket mind számon tartom, akkor ez egy hihetetlenül sűrű szövésű film. És kicsit azt éreztem, hogy valahogy itt jelenik meg, és ez inkább a film elemzés végére való gondolat, hogy itt jelenik meg a költészet, meg a művészet. Hogy meglátni ezekben a köztes dolgokban, a mocsárban, ködben, köztes időkben, terekben, meglátni, megmutatni, és továbbadni, akár varázslatként az, ami még meglelhető, meglátható. A természetben helyezkedik el az ember, a természet nem csak templom, a természet mészárszék is önmagában, egymást eszik meg ezek a csúnya gonosz állatok, de van-e ennek a szférának, a bioszférának egy rétege, az ember, jelenlegi csúcsragadozó, és ez abban a pillanatban kapja el ez a film az embert, amikor egymást írtja. Ez a népírtás, amit már nem lehet följebb srófolni, tehát amit a, nem tudom, emberi jogban a csúcs bűncselekménynek tartunk, az jelenik meg a maga pőreségében, és a természet ezzel nem tud mit kezdeni. Be tudja borítani, vagy ne növik a növények, de és az eltaposott tojás a harmadik percben az ennek a jelképe, és aztán látjuk a gólyamadarat, valószínűleg az az anyukája ezeknek a tojásoknak, aki ott áldogál és keresi a gyermekeit. Nem gondoltam erre. És akkor van két településünk, Hatiny meg Katin. Erről vitatkoztunk is, hogy valahol ugyanazt össze is verekedtünk, podcastunk. Mit tudom én, 400 kilométer van közöttük, mondjuk. Az egyik az, csak hogy milyen szimbolikus ez az egész, hogy két évvel korábban Katinban a szovjetek gyilkolták halomra a foglyul ejtett lengyel tiszteket, majd eltelik két év, és a németek csinálják egy picit nagyobb számban, és aztán utána eltelik megint pár év, és aztán megint a szovjetek csinálják Kelet-Európában nagyon-nagyon sok ember rovására, így akár a magyar nőknek a bőrére ezt, amit itt a németek követnek el. Ugye mai napig nem tudjuk, hogy 80-200 000 magyar nőt erőszakoltak meg. Milyen léptékű ez a népírtás, Máté? Ez az, amit mind a mai napig nem lehet tudni. Általában azt szokták mondani, hogy a Szovjetunió 27 millió embert veszített. Ebben értelemszerűen benne vannak a katonai veszteségek itt, tehát őket a népításhoz tudjuk be, és el szokták választani ugye a holokausztot is, és el szokták ugye azt is választani, ami tehát nem a holokauszthoz kötődik hozzá, hanem a német élettérnek a kiépítéséhez, mert Fehéroroszország területén tényleg komolyan gondolták azt, hogy innen a szlávokat arrébb kell telepíteni, és majd ide, nem tudom, németek fognak jönni. De ez vagy pontos telepítés helyett egy templomba beterelhetjük őket, és rájuk gyűjthetjük a templomba. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy ugye említetted itt adás előtt, hogy azért a magyarok is ott voltak. Én úgy tudtam, hogy főleg ukrán
és orosz területeken, de akkor ezek szerint utána kell még olvasnom, hogy belorusz területen is ezek Igen, tehát azt hiszem a mai észak-kelet-ukrajnában volt az egyik ilyen központja a magyar megszálló hadseregnek, akik a mai Ukrajna, Oroszország és Fehéroroszország területén is partizánellenes hadműveleteket folytattak, az egyik leghíresebb a cigánybáró hadművelet, de egyébként hasonló embertelenségeket a Donkanyarban lévő hadsereg is csinált. Én 2017-ben voltam győzelemnapi megemlékezésen, Koratajak településen, ami hát nem is tudom, valami 5000 fős, 10000 fős volt körülbelül a világháború előtt, azóta nem tudott visszanőni ilyen méretűre, és ott azért mi voltunk a megszállók, és ott az ünnepi beszédben, inkább mondjuk úgy, hogy a megemlékezési beszédben megemlékeztek azokról, akiket elhurcoltak a hadifogolytáborokból, akik a fronton haltak meg, akiket felgyújtottak, akiket vízbe folytottak, tehát nekem ott kellett ezzel szembesülni, hogy azért ilyet mi is csináltunk, és nem csak a németek. Ez fontos. Nekem a nagymamám mesélte, hogy ő gyerekként hallotta, hogy a szoba másik oldalán, a szalomban hazatérő magyar tisztek meséltek dolgokat, és borzalmas volt hallani. Kiábrándultam, hogy mit tudom én, na, nem is akarok ebbe belemenni. Nekem fontos, hogy megemlítsem Oskar Dirlewanger és Bronislav Kaminski nevét. Ugye teológusként azt gondolja az ember, hogy ők a pokolban égnek, és nem is büntetésként, tehát ők azon emberek, tömeggyilkosok, népirtók, akik már itt a földön pokollá tették maguk körül az életet, tehát a pokol akkor nem is büntetés, hanem egy logikus következménye annak, amilyen értékeket ők vallottak az életükben. Na, annyit akartam még itt hozzáfűzni, hogy nem tudom, hogy van-e különbség a között, hogy mondjuk partizán akciókra megtorlásul teszem ezt egy faluval, egyiket valószínűleg nincs különbség, vagy hogy az élettér elmélet jegyében szükség van erre a területre, és akkor meg kell tisztítani, hogy aztán majd ott, mit tudom én, gumipittypangokat ültessünk. Tényleg egyébként ezt akartak. Egyik forgatókönyvíró a rendező mellett Aleš Adamovics, és Katyn címmel írt 71-ben egy regényt, meg társszerzője a Fölégetett faluból vagyok című 1977-es dokumentumkötetnek. A film eredeti címe az lett volna, hogy Megölni Hitlert. Én egyébként nem teljesen értem, hogy ez miért olyan rossz cím. Tehát miért tiltották be a szovjet hatóságok? Ti gondolkodtatok ezen? Ezen nem. Én azon gondolkodtam, hogy a háborús filmeknek milyen változatai vannak. Vannak-e nektek kedvenc háborús filmjeitek? Iván gyermekkorral, Alexander. Na, belecsaptál a lecsóban, mert azt hittem, ilyesmit mondasz, hogy Piszkos 12 vagy Kelly hősei, ugye mi ezzel szocializálódtunk, és ezek általában, most nem a Schindlerre gondolok, amiket én említettem, ezek dicsőítő filmek, örülünk, drukkolunk, stb. Aztán van ilyen már határeset, mint a Híd a Kváj folyón. És figyelünk. És aztán a Dicsőség ösvényei, vagy a Szállnak a darvak, azok már azért háború ellenesek, és nem sok jót és örömöt találunk bennük, de azért a háború az eredendően egy izgalmas dolog, szeretjük az akciókat, és hát itt kevés az akció, lehet, hogy sokan ezért is tartják ezt a filmet unalmasnak. Olyannal nem találkoztam, de van, aki szerint nem lehet háború ellenes filmet csinálni két okból. Az egyik, hogy a háború eleve izgalmas, tehát hogy akkor elkezdesz vonzódni felé. A másik pedig, hogy a túlélők csinálják a háború ellenes filmet, miközben a hiteles az volna, ha az áldozatok csinálnak, csak ők már nincsenek közöttük. Most milyen jó, hogy itt viszont a túlélő is meghalt bizonyos értelemben. Roger Ebert mondata, a túlélőknek irigyelniük kell a halottakat ebben a filmben. Akkor jöhet a szentírás. Tehát jöjj és lásd, ez egy szentírási idézet. Ugye fölütjük a Jelenések könyvét, 6. fejezet, 7-es, 8-as versek, és mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lásd. És láttam, és ímé egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által.
Ugye, hogy mennyire nem abban a Szovjetunióban vagyunk, mint a korábbi évtizedekben? 1985-ös a film. Hát most már indul Gorbacsov időszaka. Lehet bibliai címet adni filmnek, és lehet árnyaltan beszélni például a partizánok szerepét. De azért azt mondjuk, hogy 77-ben már elkezdik ezt a filmet készíteni, csak leállítja az aktuális vezetője a szovjet, nem tudom, filmintézetnek. Még nem álltak készen erre a filmre. Mondjuk így. Hát és akkor a rendező felesége, és de ő csak később befejezi a filmjét. Aha. Hát a később az azt jelenti, hogy 77 és 85 között, tehát 8 évig volt a cenzúra karmaiban, és nem engedett semmit. Nem nagyon támogatták a film készítésben, három nagy filmje van, ha jól tudom. De milyen vicces, hogy ez nyitó filmje, a 64-es Hurrá nyaralunk, azt mondják, hogy az az egyik legmókásabb szovjet film. Egyszer beszélünk erről. Film szatíra, és aztán az gyakorlatilag az úttörő táborról szólt, az az úttörő tábor, ahol semmit nem lehet csinálni, az igazából a Szovjetunió, és ezért sem nagyon támogatták, hogy készíts újabb filmet, Elem. Még az Elem névről egy szó, tehát kommunisták voltak a szülei, ennek a derék embernek, és ugye ez a név, ez nem létezik, hogy Elem, a legenda szerint Engels, Lenin és Marx neveinek a kezdetéből van visszállítva, hogy Elem. Aha. Na és akkor nekem az egyik kérdésem az, hogy ez a film pikareszk, vagy nem? Ugye a pikaresznél a kalandok felcserélhetőek. Igen, de itt egy íve van. Szerintem az öregedésnek. Na, akkor küzdelem. Szerint, jó. Megszakítjuk adásunkat, vodka és verekedés. Jó, én azt gondolom, hogy mi az íve, tehát, hogy megtalálja Puskát, az anyjával találkozik, az anyáikat, egész családját kiírtják, bár ő ezt nem így látja. Van. Ez aztán az íve. Utána, de szerintem nem, szerintem akkor lett volna íve, hogyha a legvégén ölik meg. Tehát szerintem tök mindegy, hogy milyen sorrendben történnek vele ezek. Egy idő után belerokkansz, és megőszülsz, és meghűlsz. A film nagy része az egy népírtási jelenet, egy konkrét falu, egy konkrét templomában a néhány száz ember, gyerekek, nők, öregek kiirtása. Ez a súlypontja a filmnek, ez képviseli a 628 kiirtott falut, ez az egyetlen falu, és így sodródik bele. Az öreg figyelmezteti, hogy ne kutassatok a sírokban. Miért kutatnak? Azért, mert fegyverrel tudsz belépni a partizánokhoz. Van egy gyönyörű beavatási jelenet, a fiú mint egy szeretkezik a földdel, és a csúcspontján ennek a szeretkezésnek kihúz egy puskát, ami azt jelenti, hogy elkezdődik az ő felnevés története, tud csatlakozni a partizánokhoz. Milyen és akkor jön ez a naivitás. De milyen érdekes a földhöz való viszony, hogy amikor öngyilkos lesz, írják, hogy meg akar jölni magát, én nem értettem, hogy tényleg bedugja a fejét a sárba, ott is, mint hogyha ez egy tényleg egy anyaföld lenne, amivel szeretkezni lehet, és amiben megölhetem magam, úgymond, vagy amiben így elveszek. Gyönyörű. És hogy jöjj és lásd, az első megdöbbenést ő nem is látja, mi látjuk, ő nem. Akkor suspense, te szoktad mondani. Ez zseniális. Tehát a lány és a fiú sétálnak, és a lány oda néz a ház mögé, és ott vannak fölhalmozva, hol testek. De a fiú nem látja, mi látjuk. De a lány nem csak látja, az, a fiú nem de látja. És a lány nem szól. Nem szól, igen. Tehát azt mondhatta volna, hogy te figyelj már, Flórián, ott van a családod, igen, de anyuka, nem. Apuka, és, és nagyon sokszor bennem ez így, így is mutatja a háborúnak a logikát, lanságát, vagy hogy a logikát, amihez mi nagyon ragaszkodunk be, nem gondolunk bele, az mennyiszer mondjuk a háború felülírja, például ebben a jelenetben miért mondjuk a kímélet, amiatt nem szól, vagy hogy teljesen ilyen tudatmódosult állapotban vannak. Vagy a másik jelenet, amikor elmennek sétálni, és felrobban a négy ember közül kettő, és mi csak utána látjuk a táblát, hogy ott aknák voltak. És ez mennyire durva, itt meg a nézővel, meg velük játszik, hogy ezt ha másik sorrendben nézzük, akkor lehet, hogy nem kellett volna meghalniuk. De itt... Ennek a logikának, vagy ennek a nem tudom, természetrendjének a felrúgása most jutott eszembe. Mi volt az az állat a filmben, ami marhára nem illik bele? Az a majom. Az a kis majom. Ó, igen. Mit az keres? A félmajom. Mit keres ott egy majom? És egyébként az is, hogy a németeknél van. Én nem értettem, hogy miért kellett ez ebbe a jelenetbe, és annyira kilóg azokból a természeti képekből, hát mint ahogy az egész népírtás az úgy kilóg a természetnek a rendjéből, és mint hogyha ezzel a kis majommal lett volna így jelező, hogy valami olyasmit látunk, aminek
nincs helye itt. Gyönyörű, gyönyörű. Szürrealitásba csúszik, akkor Fellin is eszünkbe juthat. Még van egy alacsony nevésű ember, egy törpe, és azzal is ott mókáznak. Tehát ez a, vannak ilyen, de ezek nem vicces jelenetek, hanem ezek még szörnyűbbé teszik az egésznek a groteszkségét. Fontos, hogy egy gyerek szemszögből látjuk az egész eseménysort. Lásd sorstalanságnak az erejét. Aztán külön izgalmas, hogy ugye 71-ben nem engedik ezt a filmet leforgatni, és ezért az eredeti színészt azt újra kell keresni, és ebből lesz ez az Alexej Kravchenko. Amatőr, 14 éves. És tényleg megőszül a forgatás, a 9 hónapig forgatják, ez is milyen gyönyörű, anyaföldet említetted, ez egy megszületés történet, kicsit fordítva, tehát egy megöregedés történet, kronológikus sorrendbe forgatták, szerintem ma már nem engedélyeznék ezt így, különösen, hogy állítólag 10 centire csattantak a lövedékek a főszereplő fiútól, az éles lövedék. Ezt nem is értem, és az a durva, azt írják, hogy az igazi történetek azok durvábbak voltak, mint amit bemutat. Csak attól féltek, hogy akkor azt már nem néznék meg az emberek. Tehát egyszerre legyen nyomasztó, de megnézzék. Ehhez tudom ajánlani Szvjatlana Alekszijevics bármelyik világháborúról szóló könyvét. Én a leginkább a Nők a tűzvonalban című könyve után szorongtam. Tehát ott rendszeresen nagy szüneteket kellett tartanom, mert olyan szörnyűségek voltak leírva, amit tényleg ebben a filmben nem szerepelt. Ez a film ahhoz képest, amit ő leírt, és ő riportok alapján dolgozott, tehát ez még egy könnyen elmészhető mű. De érdekes, mert a Bábelnek a novelláit, meg leírásait olvassa az ember a polgárháborúból, már ott is az embert így, nem tudom, kerülgeti nagyon sok biológiai művelet, megszabadulni saját fölöslegünktől. A puskáról egy picit még beszélnék, tehát az elején kiássa a puskát, fentről látja ez a kémrepülő, de az a durva, hogy ezt a puskát ezt ő igazából soha nem használja, nem is tudja. Amikor lehetne, mert ott van az a fára került német ejtőernyős, akkor se használja, hanem inkább elmenekülne. Emberre sose lövi el, csak a csúcsjelenben a végén Hitler képére kezdi el. És milyen érdekes, adom van egy fegyver, amit egy épelmélyű, épérzésű ember nem tud használni, mert nem tud vele ölni, és aki meg tud, az meg már nem épp ember. Nekem kicsit ez erről is szólt. És akkor beszéljünk erről az utolsó jelenetről, vagy még nem? Akkor van a lány, a nők szerepáború, van isteni, lány. Olyan gyönyörűen játszik ez a lány, ekkora játékot. Egyébként őnek ez az első filmje, és utolsó. Ártatlanságban, amikor megismerjük, már úgy tűnik, hogy ő 14 évesen a szeretője a partizán főnöknek, és hogy ez a mi lesz, tehát a nőből is. Azt látjuk, hogy a férfiből mi lesz, a nőből, tehát egy vérző, egy önmagára kevéssé emlékeztető áldozat. De akkor nagyon érdekes az elején ez az öreg ember, akit nem értünk, hogy kinek üvöltözik, mit akar, miről. És jöjj és lásd, nem látjuk, hogy kinek. Igen, és aztán a közepén kiderül, hogy ő az a agyonégett öreg ember. Igen, aki előre megmondta, hogy ezt nem kéne. És akkor kicsit hozza nekünk ezt az ókori tragédiákból ismerős vakot, Jóst, aki akkor jelesz. Még épp, csak öreg, de itt a végén már nem épp, és valószínűleg ebbe bele fog halni. Egyébként ez a csávó, aki ezt játszotta, ő tényleg, ezt mondjuk már el, hogy a legtöbb ember az amatőr színész, majd hogy nem színész, aki játsza, így ez az ember sem. Azért ez nem kis trauma lehetett ezeknek a belorusszoknak újraélni a történelmet. Amikor a lány és a fiú évődik az elején, akkor átmegyünk egzisztencializmusba, a lány azt mondja, hogy miért nem látsz, itt vagyok, létezem. És hogy, de hogy a háborúban ezek elcsúsznak, hogy mit látunk, mit nem. A mocsarat említetted, csak még egyszer aláhúznám, hogy az egyik leggyönyörűbb jelenet a filmben, egy rémálommá válik, hányszor álmodjuk mi is ezt, lelassul a mozgásunk a álomban, fuldoklunk, hol nem van a fejünk, hol föl, és olyan nagyon lassan jutunk előre. De még előtte bemennek a szülőfalujába, és onnan látjuk, hogy valami nem oké, hogy a legyek. Igen. És ez sem racionális, mert igazából meg azért, a babák, ott... játékbabák fölöttük legyek. Tehát, hogy nagyon-nagyon szürreális képekkel dolgozik. Oké. Aztán, amikor bemegyünk a mocsár után a szigetre, ez is micsoda gyönyörű szimbólum,
ott vannak a németek elől elmenekült falusiak, legalábbis egy részük, akkor olyan érdekes hangokat hallunk, mintha ilyen ősemberek szintjén lennének. De szuper, mondod. Ahogy ilyen voodoo bábút csinálnak, építenek a koponyából, és akkor a haját levágják, és akkor nem tudom, a hajából lesz azt a Hitlerre rakják, azért kell a haja, vagy hogy ezzel lesz ő partizán, felnővés történet 2, vagy mert be is rakják egy gödörbe a haját, szóval ilyen ősi emberek. Ha van a hangmérnöki munka, ami meghaladja az Oscar-díjas színvonalat, akkor az ezé a filmé. A nagyon bátor, zúgás. Nagyon hatékony. És hogy több rétegben, tehát hogy a repülő, szól a zene, és csiripelnek a bogarak. És hogy akkor ez a három egyszerre, mintha ilyen az emberi életnek a szférái egyszerre szólítanának. Diegetikus és extra diegetikus elemek. Aztán mindenképpen fontos a félkörösség, azt láttátok? Nem. Tehát, hogy ilyen félkörös jelenetek vannak, amik a pokol köreit szimbolizálják. És a metaforák, amikre már utaltunk, hogy ezekből mennyi-mennyi van, amik rengeteg mindent jelentenek. Most jöhet Hitler. Máté, mi lődözi a Hitler képet? A Hitler képet lövöldözi, de ugye ott van egy ilyen visszaemlékezés, hogy a gyerek Hitlert megölnie. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert a gyerek Hitlert már nem. Gondolom azon nem kell beszélgetnünk, hogy miért kezdte el ott a Hitler képet tönkretenni. Visszafele megy a történelem, igen. És meg nem történté válik a sok borzalom, amit igen. Hitler okozott. És volt egy olyan jelenet, legalábbis nekem ez maradt meg a legjobban, hogy ha visszamehetne az időben megölni de Hitlert, hogy mindez ne történjen meg. És ugye ott ő meg azt váltatja erre, hogy igazából nem ölünk gyereket, hogy valami ilyesmi. Emlékeztek? Sok minden, meg ha lehet, hogyha megölni, akkor az anyját is megölni, és akkor az a saját anyja, meg a saját testvére. Ennél szerintem ez egy kicsivel mélyebb. Én úgy gondolom, hogy tehát maga az egész kommunista megközelítés az arról szól, hogy igazából minden ember, aki megszületik, az egy üres lappal indul, aha. És majd a környezet, meg a rendszer, helyezi el, meg építi fel olyan ne, amilyen. Tehát... És akkor eljutunk a Haneke filmjéhez is akár, ami mutatja, hogy hol romlik el a német ember már a gyerekkori poroszos szeretettelen nevelésben. Egyrészt, hogy gyereket ölne, akkor nem lenne jobb, mint a náci hadsereg. Igen. Másrészt, igen. Akkor igazat adna a náciknak, hogy itt vannak bizonyos emberek, bizonyos népek, akik úgy születnek, hogy már eleve mondjuk a rossz oldalon vannak egy bizonyos szemszög szerint, és akkor őket így vagy úgy kell kezelni. De a Klimovnak a megközelítése, meg ugye a fősnek is az a megközelítése, hogy gyerekkorában még mindenki ártatlan, nem egy kifejlődött valaki, és emiatt senkit nem öltünk meg. De még nyilván fontos kérdés, hogy visszafordíthatnánk-e az időt, nyilván akkor meg lehet-e változtatni a múltat. Szóval sok minden benne van ebben a jelenetben. Ez nagyon szépen felfedezte. Talán még egy, hogy ott az egy ikonográfiai jelenet, tehát a Madonna gyermekével, ahova eljut a kis Hitler és az édesanyja, innen is szeretettel üdvözöljük az édesanyját, és hogy a főhősünk az meg a saját humanitását is meg akarja őrizni. Erre a Madonna képre és erre az ártatlanságra, ami a kisgyereket jelenti, erre már nem lövünk. Még egy dolog, még egy jelent, a pajta, egyrészt, hogy ez holokausztot idézi, és a Schindler listába innen vette Spielberg ezt a jelenetet, ezt hihetetlen nyomasztó, és a nézőben kialakulva mi ilyesmi, hogy gyújtsátok már végre fel a pajtát, hogy túl legyünk már, legyen már vége ennek a szenvedésnek. És hihetetlen ez a jelenet, tehát ez azért mindannyiunkat tényleg, ahogy említetted, ez a mély pont. A vége nem a Hitler jelenet, hanem inkább a biciklitolvajoknak a végét idézi. Ugye az elején a láthatatlanságból jönnek elő a gyerekek, a végén pedig ő visszaolvad a tömegbe, tudnélik a partizánok a nyírfaligetbe. Hátulról nézzük őket, és már nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik a mi főhősünk. És szól Mozart requiemje. És ő csak egy példa volt a sok millióból, ami emberi felnövés történet a II. Világháborúban. Jöjj és lásd, Elem Klimov 1985. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én Vigóczky Máté. Én pedig Szőnyi László Gyula. Szóval a nácik, akik kiirtják a falut, ők effektíve semmilyen harci értékkel nem bírnak. Tehát amikor civileket kell ölni, akkor ugye isznak,
buliznak, táncolnak, nekik az nagyon megy, de amint egy falusi parasztokból verbúvált partizán csapattal állnak szemben, az első alkalommal decimálják őket, és azonnal kiírtják a teljes hadtestüket. Tehát, hogy effektíve harci értékkel nem bírnak. A srác megtalálja a puskát, és azáltal, hogy a puskát megtalálja, és a fenti repülőből mindezt látják a németek, onnantól kezdve ő már partizánnak tűnik fentről, és nem csak ő, hanem az egész falu. És innentől kezdve ő a felelős azért, hogy a falut elpusztították.